A látványtervek alapján így néz majd ki az új atlétikai centrum Nyíregyházán. Hamarosan elkezdődik a létesítmény építése. Már a tervezésnél bevonták a Magyar Atlétikai Szövetséget és a Nemzetközi Szövetséget, hogy a világszínvonalnak is megfeleljen a sportközpont. A volt NVSC pálya hosszú ideje leromlott állapotban van. A sportinfrastruktúra fejlesztés egyik kiemelt helyszíne a kertvárosi pálya. 6,8 milliárd forint a kivitelezési összeg. Hosszú története van ennek a projektnek. Először a tulajdon kellett megszerezni, nem volt a városi, és azt is megfelelő szerződéssel. A MÁV-tól ez megtörtént, és ezt követően a modern városi megállapodásba bekerült, amit a miniszterelnök úrral írtunk alá 2015-ben, és megindult a tervezés, és most eljutottunk oda, hogy a kivitelezési tendert is le tudtuk zárni, és nagyon örülök, hogy egyik neves nyíregyházi cég, az Aktárbau építi ezt a beruházást, nyilván nyíregyházi alvállalkozókkal együtt. Az atlétikai centrum 7 sportág számára biztosít majd helyszínt. A fejlesztést összekapcsolják majd a Continental Arena mellett épülő bújtosi oszodával és magával az arénával is. Így nagyobb programsorozatokat és sporttáborokat is szervezhetnek a megyeszékhelyen. A munkaterületet július 12-én veszi át a kivitelező, a konkrét munka pedig július 15-én indul. A komplexum megépítésére az átvételtől számítva 600 nap áll rendelkezésre. Tartalmaz fedett pályákat, illetve nyitott atlétikai pályákat is, hozzátartozó lelátóval. Ebben a sportcentrumban helyet kap étterem, szállodai funkció, különböző edzőtermek, illetve külső futópályák is. A nyíregyházi cég volt a kivitelezője a Gyulai Grosics Labdarúgó Akadémiának, így van már tapasztalatuk sportlétesítmények építésében. Nyíregyházán a stadion is megújul a közeljövőben, akár már idén elkezdődhet a beruházás, ugyanis érvényes kormánydöntés van az ügyben, közölte Kovács Ferenc polgármester. Ez egy 10,5 milliárd forintos korszerűsítés lesz, modern, fenntartható és nagy rendezvényekre, akár koncertekre is alkalmas, 8000 férőhelyes arénaszerű stadionnál alakítják a jelenlegi létesítményt.